Tokics Imre vagyok, az Adventista Zsidó Barátság képviseletében egy bibliai igét, egy régi ősi áldással kapcsolatos igét szeretnék felolvasni, Mózes 4. könyve 6. fejezet és ott a 24. versétől így szól. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. A mai modern, rohanó világunkban talán kevés figyelmet fordítunk arra, hogy mi is az az isteni áldás. Azok az emberek, akik az Istennel élő kapcsolatban vannak, akik olvassák a Szentírást, talán egy kicsit közelebb vannak az Isten áldásához. Mindent az áldásnak köszönhetünk. Általában akkor szoktuk az áldást kihangsúlyozni és megemlíteni, amikor gyermek áldással találkozunk. De itt a régi ároni papi áldás. Izrael fiait mindig így áldották meg. Tehát akkor van jövő, ha az Isten megáld bennünket, és megőriz bennünket. A mostani világban, amikor a vírus, a COVID-19-el kapcsolatosan sokat aggódtunk, elfeledkezünk arról, hogy nem azért őrződtünk meg ettől a vírustól, mert betartottunk minden egészségügyi szabályt, hanem azért, mert az Isten megőrzött bennünket. És utána olyan szépen folytatja ez a nagyon régi áldás, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. A világossággal Isten kapcsolatba hozható. Mert ahol Isten megjelenik, ott mindig világosság van, és az Isten orcája, az Isten tekintete, az mindig világosságot sugároz. És utána így folytatja, hogy könyörüljön te rajtad. Milyen a mi Istenünk? Könyörülő Isten. És olyan nagyon szép a befejezés, amikor azt mondja, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját te reád. Az Isten ránk néz. Ebben a rohanó világban, a sok milliárd ember közül megáll egy pillanatra, és az Isten ránk tekint. És azt mondja, hogy adjon békességet néked. A békesség az az áldásnak, az az isteni jelenlétnek, az isteni világosságnak, az isteni orcának a következménye. Különösen nyomatékos ez abban a zsidó háttérben, amelyben keletkezett, abban a millióban, hiszen még az újszövetségi időszakban is a békesség, az az Istentől jövő különleges áldás volt. Mit kívánhatnék az önök életébe, az Isten áldását és az ő békességét, az ő kegyelméből. Amen.